Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kistelekvárosi Televízió híradóját látják. Kérem, tartsanak velünk, és tekintsék meg rövid képes ismertetőnket. Május 31-én a Szivárvány óvoda ballagásán két csoportban 37 gyermek köszönt el az óvoda intézményétől. Őket az ünnepi műsor után az intézmény dolgozói ajándékokkal búcsúztatták el. Megint egy búcsúzás. Egy évvel ezelőtt körülbelül ugyanebben az időszakban álltunk itt. Sajnos minden évben eljön ez a pillanat, amikor a nagyoktól el kell, hogy búcsúzzunk. Ti felnőttek, szülők, ezelőtt egy néhány évvel elhoztátok a gyerekeket, beírattátok őket az óvodába, és azon idegeskedtetek, hogy Úristen, majd hogy fogja itt érezni magát a gyerek. Jó lesz neki itt? Szeretni fog itt? Aztán jött az első szülőértekezlet, jöttek az első nyílt napok, amikor betekintést kaphattatok az óvodánk életébe, az első farsang, anyák napja, és még sorolhatnám. Aztán szépen elteltek az évek. És most itt tartunk. A gyerekeitek elballannak. Új utakra mennek. Egyszer az egyik anyuka, emlékszem rá, így kis csoportban mondta nekem, hogy Úristen, hát erről beszélünk, hogy majd a búcsúzás meg egyebek, hát mikor lesz az még? És akkor így búcsúzáskor odajött hozzám, és ő mondta, hogy hát tényleg borzasztó gyorsan eltelt ez a három év. Még eleve nem élnek benne a korabeli emlékek, a beiratkozás és a többi. Búcsúznak a gyerekek tőlünk, az óvitól és a barátoktól. Kinőtték már az óvi falait, mindent megkaptak itt, ami kell ahhoz, hogy tovább tudjanak lépni, hogy egy új ajtón be tudjanak lépni. Ez pedig nem más, mint az iskola kapuja. Május 31-én a Szivárvány óvodában is elballognak az óvodások. Hányan ballognak ők? Hát most, ahogy így számolgatom, 26-an az egyik csoportból, ami tiszta, homogén nagy csoport volt, és van egy részben osztott középső nagy csoportunk, onnan 11-en, tehát hogyha egy összeszámolom, akkor ez 37 gyerek ballag idén az óvinkból. És hát körülbelül hát kicsit kevesebb gyerek fog bejönni hozzánk, mert ugye ez egy másfél csoportból ballagnak el, és a bejövők pedig most egy csoportba fognak menni, mert ebbe a fél csoportba fognak visszamaradni azok a gyerekek, akik újra nagy csoportosok lesznek, akik még egy kicsit játszanak itt velünk. Egy évet kaptak haladékként a játékra. Hány gyermek marad még egy évet itt az óvodában? Van ilyen gyermek? Persze, természetesen. Az egyik csoportból 6, tehát abból, amelyik homogén volt, a teljes tiszta nagy csoportra. Pontosabban 5 plusz 1, így mondom, mert egy kislány az egyébként is középső csoportos volt, tehát ilyen korú volt. A másik csoportból meg, ha jól emlékszem, akkor 3-an maradnak vissza. Tehát az nem is igazi visszamaradás, mert ugyanabban a csoportban fog járni, és ugyanabban a közösségben fogja folytatni a mindennapjait, ami szerintem egyébként nagyon jó, mert a gyereknek nem fog törést okozni. Kicsit visszatérve a mai napra, milyen műsorra készültek a gyermekek? Hát az az igazság, hogy mindig a pedagógus dönti el, hogy milyen tematikájú lesz a műsor. Az első, tehát a homogén, ahol a több gyerek jár, tehát inkább így mondom Gézengúz, mert ez a nevük, és akkor így meg is neveztem a Gézengúz csoport, egy ilyen hagyományos, ilyen pitánka készítő kis műsorral készült, és ezt fogják bemutatni, azt lesz benne még egy kis táncos blokk is, és a végén pedig lesz egy búcsúzás a középsősöktől és hát az óvodától. A másik csoport a Manó csoport, ami a részben osztott csoport, ők pedig egy olyan kis műsort adnak elő, amiben már benne van magában a búcsúzás is, tehát ugye ott kevesebb a gyerek is, ott ez egy kicsit rövidebb is, de az is nagyon aranyos kis műsorszámokkal van teli, ahogy láttam tegnap a főpróbán.
Kriszti! Piroska belse! Olyan jó most rátok nézni, megnőttetek gyerekek, veletek nőtt évek alatt, szívünkben a szeretet. Óvodából iskolába el kell már mennetek, gondolkoztunk útra valót, mit adhatunk most nektek. Sok-sok élmény, színes emlék, ölelések, biztatás, mosolyból és nevetésből volt rengeteg, nem vitás. Minden érzés, ami jó volt, mind a boldog perceken, vigyétek el magatokkal, a mi szívünk nem felejt. Nagy csoportos óvodások, Isten veletek, nem jöttök már óvodába, tőlünk elmentek. Jó szerencse kísérje a lábatokat, sose felejtsétek, felejtsétek a mi kicsi óvodán. Jó szerencse kísérje a Elindult az új italcsomagolás visszaváltási rendszer. A repontokkal kis teleken is minden 400 négyzetméternél nagyobb alapterületű üzletet felszereltek. Az automatáknál a 0,1 és 3 liter közötti megjelölt üveg, flakon, fém és műanyagitalos, épp állapotú és kupakkal ellátott palackokat válthatják vissza a vásárlók. Igazából azt akarom megmutatni, hogy a termékeken rajta van ez a címke, ez a felirat, hogy 50 forint, és amelyiknek már rajta van, tehát hogy így amelyiknek nincsen, az nyilván automatikusan nem visszaváltható. Egy pár polcímkét is elhoztam a termékekről, tehát hogy az áru előtt már föl van tüntetve, amelyik már visszaváltott, DRS, tehát ott van, hogy DRS, plusz üveg 50 forint. Magyarországon elindult a MOHU által üzemeltetett repont. Egyre több vásárlóközpontban találkozhatnak vele a vásárlók. Itt Kisteleken is van már repont. Mit lehet erről tudni? Most kezdjük el szinte, mert most kapjuk az árut, ami már visszaváltós a rendszerünk. Még a termékekbe csak ilyen 10 termékbe jelent meg nálunk, és most már van olyan, ami másfél literesbe, vannak már kisebbek, dobozos sörbe, akár majd fél literes üdítőkbe, úgyhogy igazából azt kell figyelni a kedves vásárlóknak, hogy már van olyan termék, ami visszaváltós, és a kasszán keresztül felszámolja az 50 forintot, van olyan termék, amire még nem. És vannak már olyan vásárlók, akik már azt hiszik, hogy minden visszaveszi ez az automata, de sajnos csak azt veszi vissza, amelyik már rajta van, hogy 50 forint. Tehát, hogy próbálják begyűrni az automatát, de az még nem sikerült, csak az, ami, tehát azt fogja visszaváltani, ami 50 forintos. Nagyon fontos, hogy június 30-ától kötelező a gyártóknak már jelölten forgalomba helyezni azokat a termékeket, amelyek visszaváltósak lesznek, azaz 50 forinttal többe fognak majd kerülni. Mi a pontos menete itt a visszaváltásnak az üzletben? A MOHU-n keresztül, tehát hogy a vásárló a termékeket megveszi, és a blokkon már rajta van tüntetve, hogy 50 forintot leszámlázta, és a terméket, amit elfogyasztotta, éppen vissza kell hoznia, tehát gyűrve, vagy fél liter benne van a víz, akkor nem veszi be a gép az automata, tehát épp flakont veszi csak,
azt belerakják, és az sem mindegy, hogy hogy, tehát, hogy a szájával a száját, tehát, hogy az automata fele kell belerakni, hogy visszafele már nem fogja el fogadni, és igazából egy címkét kiad a gép, rajta van, hogy mit ugye, most ha egy terméket visszaváltunk, az 50 forint rajta van a címke, azt a blokkot visszaviszi a pénztároshoz, és az visszaadja neki az 50 forintot. De ha nem rögtön visszaváltja, hanem hazaviszi, mert nincs kedve újból bemenni a boltba, mondjuk másnap jön vásárolni, akkor is vissza tudja váltani a pénztáron keresztül. Igazából. Kivesszük, és akkor ezt a blokkot a boltos, a pénztáros átveszi és kifizeti. Lezárult a jelentkezés az idén már 31. alkalommal meghirdetett környezetszépítő megmérettetésre, a Virágos Magyarország versenyre. A szervezőbizottság és a Magyar Turisztikai Ügynökség felhívása idén is több száz helyi közösséget mozgatott meg. Kistelek város önkormányzata is csatlakozott az idei versenyhez. Stábunk Gyenes Zsoltot, Kistelek város önkormányzatának pályázatíróját kérdezte a részletekről. Az ország legrégebbi környezetszépítő versenyére jelentkezett Kistelek városa is, a Virágos Magyarországra. Mit lehet tudni erről a versenyről? Ennek a gyökerei Nyugat-Európában nyúlnak vissza. Az 50-es években Franciaországban rendezték meg először ezt a hasonló virágosítási versenyt. Aztán a későbbi évek során egyre több és több nyugat-európai ország csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. Először Nagy-Britannia, majd fokozatosan Németország, Hollandia, Belgium, Csehország, hát illetve Csehország és Magyarország már csak a keleti blokk megszűnése után 90-es években. Magyarország elsőként 1990-ben nevezett ezen a nemzetközi versenyen, és 94-től pedig, mint ahogy arról szó is volt, elindult ez a virágosítási program itt Magyarországon is, mint nemzeti verseny települések között. Évente nagyjából 300-350 település szokott rajta részt venni, és különböző szakmai díjakat szoktak kapni, szaktanácsadást vagy kertészeti utalványokat, ehhez hasonló. Május 20-áig lehetett nevezni. Mi a verseny pontos menete? Be kell adni egy pályázatot, amiben ismertetjük, hogy milyenek a zöld felületeink, mennyi zöld felületünk van, milyen technikákat alkalmazunk a zöld felületek gondozására. Tehát egy ilyen online űrlapot kell kitölteni, majd ezt követően csatolni néhány fényképet, majd a pályázat lezárulta után egy-két hónappal jön majd egy több tagból álló zsűri, akik végignézik a megadott helyszíneket, megtekintik a zöld felületeinket, az alkalmazott technikákat, és onnantól fogva még egy hónap körülbelül, amíg majd értesítenek, hogy mikor lesz pontosan az eredményhirdetés. A városban több helyre kerültek ki virágok az elmúlt hetekben. Pontosan hol találkozhatunk ezekkel a gyönyörű virágokkal? A legtöbb virággal itt a főtéren lehet találkozni, a Szent István téren, valamint itt a templomkertben. De hát végig a főutak mentén nagyon sok helyen megtalálhatók dísznövényeink. Június 1-én ünnepélyes keretek között adták át a kisteleki TE U13-as, U14-es és felnőtt korosztályának érmeit. Az U13-as csapat első helyen végzett csoportjában, az U14 a második helyen fejezte be a szezont, míg a Vármegye negyedik osztályában vitézkedő felnőtt alakulat szintén ezüstérmet szerzett idén. A Kisteleki Testedző Egyesület Csongrád Csanád vármegyei U13 gepárd csoportban játszó aranyérmes csapatának diátadása következik. A csapat mérlege néhány szóban: 36 mérkőzésből 30 győzelmet aratott, 3 döntetlent játszott, és 3 vereséget szenvedett.
109 rúgott, 12 kapott góllal, 93 ponttal az aranyérmet szerezte meg. A kistreki TU13-as és U14-es csapata is kiemelkedő eredményt ért el. Az U13-osok aranyérmet, az U14-esek ezüstérmet szereztek. Minek köszönhetik ők a sikerüket? Így van, így van. Nagyon örülünk mi is a U13-as és U14-es csapat sikerének. Hát igazából ez egy már régebbi generáció, ugye a Bozsik tornán is ők együtt játszottak, egészen U7-es korosztálytól. Általában mindig sokan vannak edzésen mind a két korosztályban. Itt azért hozzá kell tenni, hogy azért van olyan 11 éves, 12 éves gyerek is, aki a 13-14-ben bizony oda-vissza játszik. Tehát a 14-es és 13-as korosztályokban van olyan gyerek, aki szinte minden hétvégén oda-vissza megy. Tehát eléggé be vannak múlva a gyerekek. És minek köszönhető a siker? Szerintem az, hogy ez a generáció még szeret focizni. Mondom, hogy 16-17-en vannak edzésen, jó az edzésmunka, szeretettel jönnek, jó a környezet, és ez nagyon sokat jelent számukra szerintem. A Csongrád Csanád vármegyei U14 zöld csoportjában játszó ezüstérmes csapat díjátadása következik, és előtte azért néhány dolog a csapatról. 16 mérkőzésből 13 győzelmet arattak. Egyetlen döntetlen játékkal végződött az ő idei szezonjuk, és két vereséget voltak kénytelenek elszenvedni. Viszont rúgtak 136 gólt, és csak 13-at kaptak. 40 pontot szereztek, és ezzel az ezüstérmet szerezték meg. Kistreki TEA U13-as és U14-es korosztálya rendkívül szép eredményeket ért el idén. Minek köszönhetik ők a sikereiket? Hát igazából többek között annak, hogy elég sok tehetséges játékos megfordul köztük, akár a 13-as, akár a 14-es korosztályban. Ami szerencsém ebben az egészben, hogy mind a két korosztálya már óvodáskor óta én foglalkozom, úgyhogy ismerem őket. Az U13-as korosztály aranyéremnek örülhetett. Róluk mit lehet tudni? Azt, hogy ez igazából egy ilyen hamis 13, mert ennek a csapatnak a vázát az U11-es korosztály adja, és úgy játszanak magasabb osztályba, ott a 13-ba, hogy idősebbek ellen játszanak. Ugyanez a helyzet a 14-es korosztályunknál is, ahol szintén a vázat, tehát a 70%-at az U13-asok adják. Tehát igazából most úgy kellett volna az egésznek zajlania, hogy a 14-esek, akik játszák a 14-et, azok játszák a 13-at, akik játszottak a 13-at, azok a 11-et. De mivel, amit mondtam az elén is, hogy elég sok tehetséges játékosunk van, így ez nem volt kérdés számunkra, hogy nehezebb feladat elé állítsuk őket. Ennél a kettő korosztálynál is nagyon népszerű itt a labdarúgás. Hányan járnak ők edzésre? Számot nem tudok mondani, de azt tudom, hogy 98%-ban. Tehát ha ami oka egy nem látogatott edzésnek, az általában a betegség, semmi más. Tehát tudom azt mondani, hogy tényleg teltházasak az edzéseink, hála Istennek. 11-12-13 éves fiúkról beszélünk itt most. Milyen jövőjük lehet itt a Kiténél a jövőben? Hát igazából itt az a helyzet, a mai világban főleg, hogy aki tehetséges, az annak menni kell. Nem azért, mert nincs rá szükségünk, hanem egyszerűen beszippantják magasabb jobb klubok, de mi is azt valljuk, hogy mi egy nevelő egyesület vagyunk, és aki ügyes, az menjen tovább. Tehát az nekünk is csak dicsőség, hogyha magasabb osztályban jól szerepel, meg lesz bőle valaki. Köszönjük az egész évet, nehezen indultunk, de aztán úgy gondolom, hogy fölpörögtünk, ez teljesen jó is volt látni. Nem mindenki bízott abba, hogy mi ilyen eredményt az első évben le tudunk tenni az asztalra, de mi bíztunk bennetek, meg szerintem ti is magatokba. Köszönjük az ifistáknak is, akik följöttek, besegítettek, ha csak néha a darabszámi probléma miatt is, de úgy gondolom, hogy tettek is hozzá, hívjuk úgy, hogy szakmailag. Köszönjük szépen az évet nektek, számítunk rátok következőre is. Nagyon ritkán van ilyen, hogy egy nap többször is tartunk éremátadót, de ez az év, ez most ez ilyen. Szerencsére, hál' Istennek, akkor csak működik itt valami szakmai munka Kisteleken. Előtte átadtuk előttetek az U13-nak az aranyéremet, illetve az U14-nek az ezüstöt. Most azért nektek azért szintén az ezüstöt. Úgyhogy én úgy azt gondolom, hogy jó irányba halad az egyesület. Úgyhogy ezt az irányt kell, hogy úgy gondolom, hogy preferáljuk. Köszönjük még egyszer az egész éves munkátokat. 2-3!
Önök a Kistelekvárosi Televízió híradóját látták. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik heti Mozaik című műsorunk, amelyben kiderül, hogyan nevelik azokat a növényeket, amelyeket a város központjába helyeznek ki. Egy kunszentmártoni házas pár előadására látogathatnak el, és a Városi Pedagógus Napi ünnepséget is megtekinthetik. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Thank you.